Egy, kettő, start! Második nekifutása jön el a Tirol Hölgydíj startja. Kán Bézi Éti azért elég nehezen ért fel és kanyarodott be, úgyhogy gyakorlatilag még nagyobb most már a hátránya. Essencia pedig első versenyében galoppozással kezd, úgyhogy kiesik a versenyből, kieshet a versenyből. A többiek startjával összességben nincsen probléma. Elinor Lady az, aki elég hamar az ére tud állni, ére tudott állni Exclusive Fox-szal szemben. Ernesto, Dreamliner, Leaf következik, illetve Dir Tomás VF az, aki ott van a második pozícióban. Exclusive Fox egy kicsit hátrébb. Ha jól hallottam, akkor talán, hogy Essenciát diszkvalifikálták. Hát, ami pedig Count Basie AT-t illeti, nagyon-nagyon messze. A fogadó kedvence, hiba nélkül jött el Enrico Flink, és megkezdi Burány Adriánnal a zárkózást. Vezet át Elinor Lady, mögötte Dir Tomás VF, aztán Ernesto, Dreamliner, Lee, Exclusive Fox, és az őt előző Enrico Flink. Szép lassan ebben az egyenesben fog majd azért azt hiszem elég sok teret jóvá tenni a három éves. Akkor, amikor egy kör van még hátra a futamból, Elinor Lady Dukai Tamás előrzi ezt a 3-4 hosszas előnyét, és szép lassan mögé most már talán Enrico Flink fog majd megérkezni. Így igaz, Enrico Flink itt a tribüne egyenesben begyújtotta a rakétákat, és pillanatok alatt fölérkezett oda a második, harmadik pozícióba, viszont külső íven kell majd menni, ez nem feltétlenül jó persze számára. Elinor Lady pedig mindeközben nagyon magabiztosan jár elől, Dir Tomás VF bent a falon, illetőleg kívül bizony-bizony jön előre fele tovább Enrico Flink, az ő hátán pedig Dreamliner Leave-et láthatjuk, majd pedig szintén külső spúrban ott van Exclusive Fox, aki úgy szintén menekül előre, mondhatjuk akár így is. Az élem most már egy kettes fogat, Elinor Lady, illetőleg Enrico Flink fej-fej mellett versenyeznek, aztán tisztán a harmadik pozícióban Dreamliner Leave-et láthatjuk következni, illetőleg jönnek a többiek, és Ernesto is ott a peloton közepén egyelőre támadó pozícióba esetleg megindulhat, majd akkor, amikor érkeznek az utolsó kanyarra, Enrico Flink kívül, belül pedig Elinor Lady. Elinor Lady mellett könnyen sétál a favorit, de elmenni nem tudott, vagy nem is nagyon akar talán, nagyon-nagyon jól mozog egyelőre Enrico Flink, és szerezhet talán Dreamliner Leave is egy helyezést, bár a háttérből Exclusive Fox is zárkozik, a falon pedig Ernestoval próbálkozik Erdei Péter. A finisse fordul egyértelmű, most már azért Enrico Flink fölénye a többiekkel szemben, mögötte úgy fels, hogy csak a helyezésekért lesz küzdelem, középen zárkózóban Dreamliner Leave, és meg lehet neki majd az ezüst, Elinor Lady védekezik a bronzért Exclusive Fox-szal szemben. Enrico Flink pedig Burány Adriánnal úgy nyer, ahogy akar, övé a tiroli hölgydíj, idén már negyedszer nyer Enrico Flink, mögötte Dreamliner Leave, és pont a célban Exclusive Fox megérkezhet a dobogó alsó fokára, úgyhogy Elinor Lady a negyedik, Ernesto pedig az ötödik. Start! Start, elindultak a nyeretlenek összességében. Mire odaért az autó a startod és a mezőny egészen szépen összeállt a társaság, és elegáns hölgy Horváth Zoltának ez nagyon jól, elég hamar le tud csukni, és hozza majd a társaságot az első kanyarra. Picit úgy látom, azért visszavesz a tempón, úgyhogy feltorlódnak mögötte a többiek. Evita Peron van bent a falon, mellette Hüri Dász, és kívülről pedig Dollár BD-vel Pap István igyekszik talán mindenkit megkerülve esetleg érre állni. A régen látott Dreamer van közel, egészen kívül Deadpool is próbál kapaszkodni, és ahogy ugye a vezető lovat megtámadták, egy kicsit megint felgyorsult a tempó. Márton Lajos a Jurirász bent a falon, mellette pedig Dollár BD, elegáns hölgy, illetve Dreamer, Deadpool a folytatásban, Evita Peron is azért a középmezőn tagja, most megy el mellette Durcás Lányka, a favorizált csodabogyó a mezőny második felében, Eminem csúszik vissza Eperke mellé az utolsó párba. Már kevesebb, mint egy kör van csak hátra ebből a versenyből, és bizony-bizony rálépett a gázpedálra Dollár BD-vel Pap István, és ennek megfelelően szépen folyamatosan próbál meg elhúzni a mezőny, től mögötte Jüri Dász színei látszanak, harmadik pozícióban pedig ott van a jól kezdő elegáns hölgy, aki még tudja tartani, úgymond ezt a bizonyos harmadik helyezését. Őket követi Csodabogyó, aki abszolút favoritja a versenynek, tehát jelen pillanatban a negyedik, aztán pedig Deadpool a következő lovunk, és Durcás Leány is megpróbál onnan a háttérből elindulni. De hát nagyon erős tempóban üget elől Dollár BD, ez pedig azt jelenti, hogy nagyon nehéz innen fölzárkózni azoknak, akik hátrébe vannak. Mögötte ott van Jüri Dász, akit tényleg nagyon erősen játszottak, és kijön támadó pozícióba elegáns hölgy, tehát lehet, hogy megindít majd egy támadást, miközben ott kívül is van egy rohamozó lovunk. Méghozzá Csodabogyó jön lépésről lépésre. Egyre úgy tűnik, hogy a favoritokai lesz majd a főszerep az utolsó 3-400 méteren. Dollár BD kezd fáradni, elegáns hölgy került a frontba, Jüri Dász most bújt ki a falról,
Lázaro Mártó Lajossal, és legalább annyira erősnek tűnik, mint a mögötte versenyző Csodabogyó. Deadpool jelentkezhet talán majd még be egy jobb helyezésért. Az utolsó 200 kezdetén Elegáns Hölgy előnye azért olvadóban van Jüri Dásszal szemben. Legutóbb is együtt futottak, akkor Elegáns Hölgy valamivel előrébb végzett. Igen ám, de Jüri Dász most másodjára úgy tűnik, hogy erősebb. Az utolsó 50 méteren gyorsít Mártó Lajossal, és pályafutása második versében már nincs legyőzőre. Jüri Dász mögött Elegáns Hölgy a második, Csodabogyó a harmadik, Deadpool Durcás Lányka, Eperke és Dollár BD mögöttük a további sorrend. Start! Elindult a Jódlis díj mezőnye, Kompakt Boy, illetőleg Carlos Fox egy kicsit óvatosabban startoltak el, annál bevállalósabb viszont Chicago, aki az ére is tud ügetni, mellette kívülről ott láthatjuk Kreatint versenyezni, és Diana Crowley-t is kihasználta kedvező pozícióját, startpozícióját, és gyakorlatilag ott tud maradni közvetlenül az élmezőnyben, aztán pedig kívülről csábító ert láthatjuk versenyezni. Chicago bizony szépen annak rendes módja szerint bekezdett, és hatalmas tempóban jár a mezőny előtt, előnye nagyjából egy 3 hossz is lehet. Ebben a pillanatban azonban ritmust váltott Kreatin, és ledolgozott valamit a hátrányából, aztán jönnek fölfele a többiek is, ott van kívülről csábító er, illetőleg Diana Crowley-ti. Chicago a számára erősnek tűnő mezőnyben egészen szépen belehúzott a verseny első felében, diktálja a tempót. Kreatin és Csábító R személyében két jó esély van mögötte, Diana Crowley-ti, illetve Carlos Fox. Kompaktból nagyon-nagyon gyengén kapott lábra, és hát legalább 40 méter a hátrány, onnan nem lehet felérni, ez gyakorlatilag biztosra vehető. 800 azért most már lassan a mezőny, Chicago mindig előrébb van nagyjából két hosszal a két favorithoz képest, kívül jön Csábító R, bent a falon pedig Kreatin, a háttérből pedig Nagy Ferenc kettővel begyújtja a rakétákat Carlos Fox, és egy szempillantás alatt megjelenhet ott a vezető hármas mögött, sőt most már inkább mellett. Diana Crowley-ti pedig hát szemlátomást azért még látótávolságon belül egyre nehezedik a helyzetet. Chicago talán is nagyon szépen tartja magát, azonban most már ott van közvetlenül mellette Csábító R, Kreatin és Carlos Fox is. Nagyon érdekes finishre van kilátás, hiszen gyakorlatilag négy ló egymás hegyén hátán. Chicago az, aki vezet, mellette ott van Csábító R, míg Chicago istáló és tréningtársa kívülről próbál meg megindulni. Carlos Foxról van szó, illetőleg Kreatin helyzete sem reménytelen, amennyiben persze talál magának utat. Menet közben Csábító R tisztán az élen van, azonban meg fogja őt támadni. Carlos Fox elindít egy hatalmas rohamot, a háttérből Kreatin is megindulni látszik. Egyelőre azonban még Csábító R az, aki vezet, most már viszont Carlos Fox van elől, és Carlos Fox fogja megnyerni a versenyt. Mögötte érkezett Csábító R, a harmadik helyre pedig Kreatin érkezett be. Start! Start elindult a negyedik futam a Kamélián Sölgy Handicap. Zselnice veheti majd Ifa Veressel a legjobb startot, és diktálja a tempót. Harálam Pidoszáján van mögötte, illetve Delicious Design az, aki próbál fejlni a harmadik helyre, úgy fest ez sikerül is neki, hiszen Dokit előzve be tud ülni vele a falra. Károly József, aztán Dulcerel Tobozó, kívülről Beyond the Limits-et előzve pedig Blazing Speed az, aki megkezdi az árkózást. A favorit Beyond the Limits nem kezd összességében rosszul, hosszú kihagyás és jó egy egész futás után a mezőny végéről kezdheti majd meg a verseny érdemi szakaszát, miközben azért Zselnicével Ifa Veres diktál egy viszonylag jónak tűnő tempót. Az előnye nagyjából két hosszra tehető, Harán Pidoszájánnal szemben, mögött újabb 3-4 egységnyire jön Delicious Design, Blazing Speed, aki mögött szép lassan most már Beyond the Limits is belendülni látszik. Teljesen összerázódott a mezőny, amiből egy ló ló ki egy kicsikét, pont a vezető, azaz Zselnice, mert egy olyan 2,5 hossznyi előnyre tett szert Harálán Pidoszájánnal szemben, aztán kívülről jön az a Blazing Speed, aki egy nagyon erős szakaszt vágott le, és tulajdonképpen az ő hátára ül oda Beyond the Limits-el Lakatos Árpád, és húzatja magát fölfelé. Delicious Design visszaesik az ötödik pozícióba, míg ott van mögöttük Doki is, hát ő sincsen kiszakadva, ez teljesen egyértelmű. Nem rossz az iram, amit Zselnice diktál, Zselnice van az élen, Zselnice azonban megkapja a pressziót szépen folyamatosan Blazing Speed-től, akinek a hátán ott van Beyond the Limits, tehát ő is próbálkozik, nagyon-nagyon figyeli a külső spúron kvázi vezető Blazing Speed-et, akkor, amikor érkeznek az utolsó kanyarra, Zselnice, Blazing Speed, ez a sorrendünk, aztán pedig Beyond the Limits, illetőleg Alain Pidoszájánnal.
Jön az utolsó 300 méter lassaskán, Zselnica falon még előrébb egy picit, Milim Blazing Speed kívülről, most már Beyond the Limits egészen közel, ott van mellettük, mögöttük, és Dulcel Tobozóra is érdemes figyelni, Tancer Tamással fellopakodott a frontba, és ott lehet a dobogósok között a finish elején, elindul most már egyértelműen Beyond the Limits, megérkezik Zselnica mellé, a távoszlopot elhagyva pedig könnyűszerre veszi át most már a favorit, a vezetés Beyond the Limits az élen, Zselnica és Dulcel Tobozóval egészen közel mögötte, utóbbi jött majd fenn talán a második helyre, Beyond the Limits egyelőre vezet a végén, nagyon-nagyon rászaladnak, vagy visszajönnek ugyan, de Beyond the Limits hazaér, mögötte kívül Dulcel Tobozó, bent a falon pedig Zselnica komoly szélfotóban. Start! Start a nap hatodik futama itt a Kincsenparkban, a Lejtők Hölgye Handicap 10-en indultak a futamban, Breeze Up startja azért nagyon gyengén sikerül, már most le van szakadva, viszont Ambrózes ilyen remekül kezd Varga Sándorral, és hát külső start, ha ide vagy oda, nagyon hamar el tud menni vezetni. Övé a fal, 3-4 hossz már most a forja, Zsoffesszel szemben, ott van Ündám is bent a falon, Kedira próbálkozik elég szorongatott pozícióban, kívülről pedig Inforget T-ből hozza Kára József, és igyekszik vele kicsit jobb pozícióba kerül. Úgy tűnik, hogy az egyenes elejére ez sikerülni is fog neki. Ambrózsél diktálja a tempót, elmél lassan 5-6 hosszal is most már Zsoffesztől, Ündám bent a falon továbbra, és a harmadik majd Inforgetéből, illetve Kedira kívülről Vanderle következik, Aurora, Ciklon, Fox az élmező végén, Lingo TT kicsit kiszakadva továbbra is Breeze Up. Utóbbi megpróbált csatlakozást találni a pelotonhoz, azonban nincsen egyszerű dolga, nagyon gyengén startolt. Annál jobban viszont Ambrózia Zsiel, aki vezet, előnye két hosszra tehető Zsoffesszel szemben, aztán Ündámot láthatjuk a harmadik helyen, majd Inforget T-ből, Kedira bent a falon, Vanderle, aki nagyon-nagyon jól tudott elindulni, folyamatosan lépked előre, most már ott van tisztán az ötödik pozícióban, de úgy látom Iramát tekintve, hogy fog folyamatosan előrefele jönni. Az ő hátán pedig ott láthatjuk Ciklon, Foxot, az istálló társat, illetőleg Kedira is bent a falon versenyezve. Mindez azonban Ambrózia Zsielt egy cseppet sem zavarja, gyakorlatilag zavartalanul minden támadás nélkül tud az élen ügetni, és diktálja a tempót az őt követőknek. Mögötte ott versenyez Zsoffesz, illetőleg akkor, amikor érkeznek majd az utolsó kanyarra Ündám, és Ündám mellé lassan-lassan odaérkezik a támadó Vanderle. Egyelőre azért nincs sok változás az elmúlt egy körben, remekül mozognak a favoritok, 300-nál Ambrózia Zsiel még mindig az élen, Zsoffesz, Ündám, Vanderle, Ciklon Fox Inforgetéből sorrend alakul ki mögöttük, Aurora az, aki egy kicsit messzebbről próbál elindulni, talán egy plac még meg lehet neki is. Ambrózia Zsielt viszont nem lesz könnyű utolérni, hiszen a távoszlopon belül továbbra is vezet 5-6 hosszal, komoly küzdelem viszont kialakulhat, de csak a helyezésekért a falon elindul Ündám, feljöhet majd a második helyre Zsoffeszt előzve, Vanderle is viszonylag jól hajrá. Ambrózia Zsielt azonban nem lehetett ma megverni. Ambrózia Zsiel, Ündám és talán Vanderle lehet majd a harmadik. Zsoffesz, Aurora, Inforgetéből és a végén még Lingo TT is nagyon közel van. Start! Start elindult az Eliza Handicap, a második start kísérletre már nem lehetett panasz. Galoppozzik Csikós a startnál, és úgy tűnik, hogy talán Anna az, aki le tud majd csukni a vezető pozícióért Kentás Luxnak, kívül pedig Very Nice Photos startja is szokás szerint jól sikerült. Berry Lady az, aki még egyelőre az élmezőn tagja. Két kettes fogat mögött Ballerina elszaporázza, és összességben egészen közel van. Cunai pedig zárja tulajdonképpen a csapatot, hiszen ugye Csikós durva hibával kezdett. Anna őrzi fejszés Kittivel a falat, mellette Very Nice Photo folyamatosan próbálkozik, presszionálja, és talán az egyenesben még megpróbál rágyorsítani, hogy el tudjon menni vezetni. Ez most sikerül is neki. 1300-nál tehát Very Nice Photo Anna, így változik a sorrend. Kentás Lux mellett pedig kívülről most Berry Lady gyorsít, és Berry Lady üget föl Very Nice Photo mellé. Very Nice Photo bent, Berry Lady mellette, majd Anna és Kentás Lux, Ballerina R, illetve Tsunami. A vezető négyes egy picikét elköszönni látszik az őket követőktől, de hát az ő helyzetük sem vesztes még semmiképpen, hiszen Ballerina Air is följebb tud majd sétálni valószínűleg. A vezető kettősünk Very Nice Photo, illetőleg Berry Lady, ők diktálják a tempót, aztán pedig Anna, illetőleg Kentács Lux, majd pedig a már említett Ballerina Air, akinek a hátán ott versenyez a Tsunami jelen pillanatban.
míg Csikós a kizárás sorsára jutott. Gyorsítani látszik egyébként a vezető kettősünk, de ezt nyilvánvalóan a többiek is lereagálják. Ez viszont egyébként azt jelenti, hogy igen, nehéz helyzetbe került Balerina erre, aki leszakadni látszik a többiekhez képest, akkor, amikor közelítünk az utolsó kanyarhoz, és hát végül is megtörtént a helycsere, mert végül Kentár Csluk elugetett a vezetőló mellett, ott van bent a falon a Very Nice fotó, illetőleg mellette igyekszik fölfelé több is, Kentár Csluk elsősorban. A kanyar közepén Barry Lady vezet, azonban kezdenek rájönni a többiek, Very Nice fotó középen Kentár Csluk, Anna pedig próbál ismét elindulni, nagyot kerülve érkezett majd a küzdelembe, négyes szinte teljesen együtt fordulnak a finisse, Barry Lady utolérik a többiek, és Balerina Air is most már egészen közel látszik. Középen Kentár Csluk, kívül Anna bent a falon, Very Nice fotó, és jön mellettük talán még Balerina Air, 100 méterre van hátra, hogy utolérje a többieket. Balerina Air óriási lendülettel, és Balerina Air kívülről leterít mindenkit. Balerina Air, Anna és Kentár Csluk, ez az majd a befutási sorrend. Very Nice fotó végül a negyedik, majd Tsunami és a teljesen elfáradt Barry Lady. Ebben a pillanatban elindult az 1400 méteres Tata remetességi handicap mezőnye. Rettenetesen rossz startot vett Fatime, úgyhogy gyakorlatilag négyen alkotják a pelotont, akik közül Wind Princess tűnik a leggyorsabbnak, aztán bent a falon Safraneket láthatjuk, majd Picobello kívülről, és azért természetesen igyekszik oda furakodni Szúria is, és Fatime is azért most már valamicskét csökkentett a hátrányából, akkor, amikor közelítenek a kanyarhoz. Wind Princess vezetni tud, Wind Princess mellett ott van Picobello, bent a falon továbbra is Safranek, aztán pedig Szúria a következő lovunk, és Fatime dolgozott le valamicskét a hátrányából, de ez még nagyon-nagyon-nagyon soknak tűnik neki, akkor, amikor a kanyar közepét is lassan elhagyja a mezőny, Wind Princess vezet, lassan-lassan fölérkezik mellé, fej-fej mellé Picobello, illetőleg ott van Szúria, bent a falon pedig továbbra is Safranek tartja magát, ráfordulnak a befutó egyenesre, egyelőre most már azért kézzel megpróbálják átdolgozni Wind Princess-t, kívülről próbál jönni Picobello is, illetőleg megindulni látszik talán Szúria is, nagyon együtt a versenyben lévő négy ló. Szúria kívülről megindul bent a falon, azonban Wind Princess még mindig vezetni tud. Wind Princess vezet, kapja azonban a támadást Szúriától. Wind Princess, Szúria, aztán pedig Picobello is próbál megjönni Safranek is, hogy rájön a dobogóra. Bent a falon még mindig Wind Princess vezet. Wind Princess megnyerheti ezt a versenyt. Wind Princess nyer. Mögötte érkezett Szúria, aztán a harmadik helyre jött be Safranek, majd pedig mögöttük Picobello. Ízikes nélkül fog elindulni a futam. Start, az összesen Ízikes a starter rendelkezésére nem vesz részt a versenyben. A többiek startjára, indulására nem lehet panasz. Jó kezd Irdatlan, illetve Golden Boy párosa, Sugarbird, London, Finiston, és ez a Pokkómió, aki ezúttal nem késett. Meg nem kezd gyorsan, de sokkal-sokkal jobban sikerült a startja, mint múlt héten. A falon Irdatlan, mellette pedig a favorizált Golden Boy. Ők ketten hagyják el elsőként az ügető átjárót, és már ott vannak az ezres táblánál. A falon mögöttük London mellett Sugarbird, harmadik spúrban Finiston, a sort pedig egyáltalán nem kiszakadva zárja Pokkómió. Akkor, amikor a kanyarhoz ér a mezőny, nincs változás a frontban, ugye a falon tartja, védi, őrzi pozícióját egyre Irdatlan, és ezáltal talán Golden Boy helyzetét egy picit meg tudja nehezíteni. London tapad rájuk a falon, Sugarbird kicsit megy visszafelé, Finiston viszont fejlődik előre, ott van most már a harmadik, negyedik hely környékén, változatlanul, aki zárja a sort, az nem más, mint Pokkómió, de 4-5 hossznál most már nem nagyobb a hátránya a fronttal szemben, még mindig Irdatlan egy kicsit előrébb, mint Golden Boy, akit már viszonylag erősen kell lovagolni. London próbál hozzájuk csatlakozni, a háttérről pedig Georgiev elindítja Pokkómiót, aki elkezdi most már az árkózást. Irdatlan azonban megszökött a 200-as táblánál, Irdatlan 2-3 osszal vezet, London lehet az ellenfél, ment a fanos Sugarbird, jött majd fel a harmadik helyre, Irdatlan az élen ifabb Kozmával, és Irdatlan most már nem lehet utolérni, az Ászári díj győztese Irdatlan, London mögött Sugarbird a harmadik, negyedik Pokkómió, aztán Finiston, és meglepetése csak a sor végén Golden Boy. És
Start kicsit vegyesen ugyan, de elindultak a nyeretlenek 1600 méteres távon. Hárman gyengébben, hárman jobban kezdenek. Szenszronggal megy el vezetni Georgiev, de nem diktál egyelőre komolynak tűnő tempót, úgyhogy lassabban lábra kapó, és egy kicsit a startgéptől idegenkedő Misek Roasan is elég hamar kívülről megérkezik majd oda Begdurua, illetve Carlos mellé mögé, hiszen ők látszanak továbbra is a második, harmadik el. Misek Roasan, illetve Guru jelenleg ott még tulajdonképpen a mezőnyben. Az elsőre nagyon-nagyon gyengén mozgó Timothy most sem fogja talán megváltani a világot, de egyelőre azért szerencsére még látótávolságon belül van. Az ügető átjárót elhagyva Sandstrongnak van egy olyan jó, nagyjából 2-3 hosszas előnye az üldözőkkel szemben. Azért próbálják presszionálni ott mögötte, és tapadni rá többiek, Begdurua belül, mellette Carlos, Misek Roasan. Most már azért az újonc Gurut is erősen kell lovagolni, hogy elég hamar négyesse apadt tulajdonképpen a nyeretlen versenynek az érdemi mezőnye. Vezet Sandstrong, Begdurua, Carlos, Misek Roasan. Ebben a sorrendben kanyarodnak az utolsó 500 méterre, és most egy kicsit Georgiev elkezdi küldeni a favoritot, Sandstrongot, és elép úgy látszik most már az üldözőktől, akik egymás mellett galoppozva fordulnak a finisse, ott kívülről Misek Roasan tűnik a legfrissebbnek. Kérdés, hogy Sandstrongot utol tudja érni majd 300-350 méter alatt, mert egyelőre Sandstrong előnye nem ott csökkent, de talán még nőni is tudott. Lassas keresztes már legalább 8-10 hosszas Misek Roasannal szemben. Carlos harmadik helyütt tűnik, hogy nincs igazán veszélyben, mint ahogy Sandstrong sikeres sem. Elsőre nagyon-nagyon jól futott, aztán megjárt erősebb versenyeket, és Sandstrong ebben a nyeretlenben szinte csak sétál. Sandstrong a nyerő, Misek Roasan a második, a harmadik helyre. Carlos jön, negyedik lesz viszonylag közel, Begdurua. És tart, elindul a Lord Derby emlékverseny handicap, egy harmadosztályú mérföldes futam. Nem tűnik rossznak a kezdő tempó, Sir Cassian Circle, illetve Ficante gondoskodik erről az íramról, aztán Cenzor, Cocosielo és Boyzé triója következik, majd Viziana, illetve Speedy González egyelőre a sor végén, de egyáltalán nem kiszakadva, sőt, mind a ketten gyorsítanak, hogy egy pillanat alatt Cocosielót utol fogják érni. Nem lassul a tempó, egy picit még rátesz egy lapáttal Ficante, és az utolsó 1000 méterhez közeledvén megpróbálja most már Sir Cassian Circle-től átvenni a vezetést, ővé most már a fal, Ficante, Sir Cassian Circle, az első kettő, aztán Cenzor mellett Viziana, Cocosielo, egy kicsit már most lovagolnia kell Georgievnek, Boyzé van mellette, illetve Speedy González, ők hárman egymás mellett galoppozva egyelőre ott a sor végén. Ficante előnye nagyjából egyhoz a kanyarhoz érve Sir Cassian Circle-le szemben. Ficante, Sir Cassian Circle, illetve Viziana, Cenzor továbbra is belül, Cocosielo, Boyzé, Speedy González, egyelőre Cocosielónak nem igazán megy, visszacsúszik az utolsó helyre, és nagyon-nagyon küzdenie kell vele Georgievnek. A finisre fordulva Ficante az élen, de hát ő is minthogyha kezdene egy picit lassulni, igen ám, de a többiek sem igazán tűnnek gyorsnak. Ficante, Sir Cassian Circle és Cenzor, Viziana, Boyzé, Cocosielo most tud talán elindulni, de már csak 300 méterre van hátra. Ficante mellett Sir Cassian Circle talán most már elmenni látszik. Sir Cassian Circle átveszi a vezetést, jön mögé Cenzor, jön Viziana, talán még Cocosielónak is lehet hely a dobogón. Sir Cassian Circle nagyot csatázik, mert Ficante jön vissza bent a falon. Sir Cassian Circle vagy Ficante, Ficante belül, Sir Cassian Circle nyeri a futamot. Ficante mögött kívül Viziana lesz a harmadik, negyedik Cenzor, ötödik lesz a végén Cocosielo, aztán Boyzé és Speedy González. És akkor ebben a pillanatban elindult a nap záró versenye 1900 méternek a Kesszódi, és Andor Mátyással elmegy vezetni egyelőre legalábbis Ocsinka Vivian. Bubek van mellette, illetve Bergspitze, nem hagyják, hogy lassítson a vezetőló, úgyhogy hirtelen már nem is ő lesz a vezetőló, hanem Bergspitze, aki tovább gyorsítva a kanyarhoz érve átveszi a vezetés. Bergpizza mögötte Sándor Mátyás, mellettük Bubek, a negyedik pozícióban kívülről Thunder Girl, a falon Dancing Storm színei látszanak, és egyelőre Stonehart a sereghajtó, abszolút nincs kiszakadva, egyelőre jobban mozog, talán Stonehart is futhatja a magasabb szállat. Persze sok van még hátra, hiszen csak a túlsó oldal elejét tapossa a társaság. Bergpizza előnye másfél-két osza mögötte versenyző párossal szemben, belül Sándor Mátyás, kívül pedig Bubek jelenleg a második és a harmadik, aztán hárma jönnek fej
mellett Dancing Storm, középen Stoneheart, egészen kívül pedig a győzelem után futó Thunder Girl. A mezőny elhagyta most már az ezres táblát, nincs változás, továbbra is vezet Berg Spitze, és folyamatosan második mögötte a favorizált Sándor Mátyás. Bubek továbbra is remekül tartja magát, egy picit azonban kell bíztatni. A vezető trió, minthogyha meglépne, Thunder Girl-t lovagolni kell, csúszik visszafelé Dancing Storm, Stoneheart pedig úgy tűnik, hogy ezért mégsem fut majd annyira jól, mert hogy visszacsúszik abszolút a mezőny végére, ami ennél is nagyobb probléma, hogy folyamatosan nő a hátránya. Bergpice mellé felsétál most már Sándor Mátyás, sokkal könnyebben jön nála. Sándor Mátyásék mögött Thunder Girl-nek is lehet jó momentuma, mert Bubeket is lovagolni kell, és Dancing Storm is visszajön most már a versenybe. Sándor Mátyás 350-nél egyértelműen vezet most már Bergpicével szemben. A harmadikért is óriási lehet majd a csata. Dancing Storm, Bubek és Thunder Girl próbálkozik. A távoztophoz érve nincs igazán már kérdés, amely a nyerőt illeti. Sándor Mátyás Mocsinka Viviennel folyamatosan tudja növelni az előnyét, és gyakorlatilag innen most már fel is tarthat a lovas. Úgy nyer, ahogy akar Sándor Mátyás a Kesszódíjban. Bergpice és Dancing Storm lesz majd mögött a két helyezett. Sándor Mátyás hozza a papírformát, és megnyeri a Kesszódíjat.